Ebben a helyiségben korábban is hajópadló volt elhelyezve, és amint látjátok, ez volt a párnafája. Körülbelül egy 10 centis tervolin réteg volt elhelyezve alatta, és ha valaki azt gondolná, hogy a tervolinban nem megy bele az egér, akkor ott van a bizonyíték, hogy dehogy is nem. Az egész terület gyakorlatilag tele van hordva fészekkel, egérkaki hegyek vannak mindenütt, és nagyon érdekes, mert itt egy B30-as téglafal található ezen a részen, és gipszkarton előtétfal van előtte, illetve gipszkartonnal van levakolva, úgymond. Viszont semmilyen rést nem hagytak, hogyha megnézzük itt. Úgyhogy hát szívem szerint azt is elvágnám és kiszellőztetném mögötte. Viszont jól látszik, hogy ott van egy luk, ott jött be a gipszkarton közül az egér, és itt vannak azok a hangarocell törmelékek, amit kirágott már a gipszkarton mögötti szigetelésből, ugyanis hungarocelle van leszigetelve. Itt a tárvonyban gyönyörű, szép egér, fészkek, egérjáratok láthatók, és ezeket fedeztük fel. Úgyhogy erre is megoldást kell majd találnunk. Valószínűleg ez az üveggyapot megy vissza szigetelésként. Ha már egyszer megvan, akkor nem cseréljük közeggyapotra, bár volt egy ilyen verzió is. De mindenképpen meg szeretnénk majd óvni a további egérinváziótól, úgyhogy ezért üvegcserepekkel fogunk védekezni ellene. Nos, ez a helyiség egy hozzáépítés az épülethez, és ez a terület, amit itt Feri barátom már kivésett, és eltávolította róla a cementes vakolatot, ez pedig vályogfal. Úgyhogy pont azért is véssük szépen le. Itt látszik, hogy mit is művel éppen. Itt vannak hozzá szerszámok. Ütvefúrógépet, vésőgépet nem használunk vályogházban, ugye ez köztudott, úgyhogy kézzel kell sajnos levésni, ez kevésbé károsítja a téglát. Itt az is látszik, hogy gyakorlatilag mekkora üreg van a tégla helyett, és ez már így ezzel a malterrel lett visszajavítva. Nos, a probléma az, hogy amit látjátok, itt beton van, és a beton az semmivel nincs leszigetelve a vályogfaltól, és egy bazivastag malter réteg is van rajta, úgyhogy esélye sincsenek a vályognak kiszáradni. És ha valakinek lenne még kétsége és vitába szeretne szállni velem, akkor most megmutatom, hogy miért is lényeges, hogy vályoghoz nem teszünk sem maltert, sem betont. Igen, ahogy sejtettem, kiakad a műszer. Igen, itt is háj. Nézzük meg egy másik helyen. Ugye itt már volt ideje száradni, de itt már például hájt mérünk, ami azt jelenti, hogy 8,5% fölött van az érték. Ugye még egyszer mondom, hogy a vályog téglánál és a vályog vakolatnál ott 1,2-1,3%-nak kellene lenni a normál értéknek. Itt is egyértelműen a háj felirat, de leholdolom nektek, úgyhogy itt van, tessék, itt is háj az érték, de érezhetően bazinedves a tégla, tehát hogyha megnyomom, akkor szinte sáros. Úgyhogy itt most egy speciális megoldást kellett ismét kitalálnom, hogy hogyan szellőztessük ki. Az első lépése ennek az, hogy eltávolítjuk innen a hajópadló szintje alatt a vakolatot, és a hajópadlón keresztül fogom kiszellőztetni egy egyedi megoldás segítségével ezt a falfelületet is. Nyilvánvalóan a föntebbi részeken is nedves ez a fal, tehát vissza kellene bontani legalább egy olyan 40-50 cm magasságban, de ez túl nagy rombolással járna, ezért nem sok értelme van. Ez így tökéletesen megoldható, hogy kiszárítsuk azt a falrészt. Nyilvánvalóan úgyis az alsó részek fognak nedvesedni, ezeknek nagyon lényeges, hogy ezen a szinten megállítsuk a nedvesség felszökését, felszívódását a felső rétegekbe, és ha itt ki tudjuk szellőztetni folyamatosan, akkor nincs probléma. Nézzük meg azért, hogy a maga a vakolat is nedvese már. Ugye 1,5-1,7 a mélyebb felületeken. Ott már itt a vakolatban is high értéket mutat. Most ezen a vakolat részen is nagyon jól érezhető kézzel is, hogy nedves. Ugye még itt a felületen viszonylag kisebb értékeket lehet mérni, tehát ilyen 3%-ot, addig itt, ahol egy kicsit is megkapartuk, ott már megint csak kiakad a műszer, tehát maga a cementes vakolat is 8,5% fölött van. Nézzük, hogy a párnafa az nedvese. Ajajajajaj. Na itt viszont ez probléma nekünk, ugyanis a párnafa is 9,5
5%-ot mutat nedvesség tartalomban. Nézzük a föntebb lévő párnafát. Ez viszont már szerencsére száraz. Ez is száraz. Jó, hát az alsó párnafa, ez a tetőléc, ez most nedves. Kérdés az, hogy az innen kiáramló párától nedvesedette be, vagy már eleve a betonon keresztül felszívódó nedvesség okozott ilyen problémát. Nézzünk egy beljebb lévőt. Ennél nincs probléma. Ennél sincs probléma. Jó, akkor szerencsés a helyzet, mert csak itt a fal közelében az első párnafa az, ami gondot okoz. Viszont ez meggyőzött arról, hogy ezt is lekezeljük diópáccal. Nos, elég sok kőműves és elég sok háztulajdonos is vitába száll velem, főleg ahol már megoldották a vályokfal vakolását, mondjuk cementes vakolattal, vagy éppen gipszkarton előtéttel, hogy bizony ez jó megoldás, mert mindenütt így csinálják, és semmiféle probléma nincs, hiszen nem nedvesedik kívülről. Akkor most még egyszer megmutatom a hitetlenkedők számára, hogy mi a helyzet. Persze, hogy nem nedvesedik. Itt megmérem a falat. Bocsánat, most fán vagyunk, rámegyünk a cementes vakolatra. Ha itt megmérem a falat, akkor 1,3%. Hozzáteszem, már ez is magas érték, tehát az ilyen jellegű falaknak 0%-nak kell lenni, és jól látszik, hogy itt föntebb már 0%-ot mérek, és itt lejjebb már 2,1%. Nézzük meg, hogy ahol a hajópadló volt, ott mekkora az érték. 3%, 5% a nedvességtartalom. És jól látszik, hogy ez már a padlószint alatt volt, tehát le sincs festve, tehát bárhol, akár laminálpadló van, akár hajópadló, és így van megoldva a vakolat például, ott ez problémát okoz, csak nem is tudnak róla, hiszen nem jelenik meg. Most is jól látszik, remélem látjátok, háj felirat 8,5% fölött van, nem a téglának, hanem a vakolatnak, a cementes meszes vakolatnak a nedvesség tartalma. Ez nagyon magas érték, tehát bőven a normál érték fölött járunk, és bizony ez azért okoz problémát, mert nyilvánvalóan a mögötte lévő tégla az nagyon-nagyon nedves. Ugye ez most jelen pillanatban nem okoz problémát, akkor fog ez problémát okozni, amikor a vályok tégla nedvességtartalma eléri azt a szintet, amikor már csökken a teherhordó képessége, és össze fog roppanni, szét fog mállani, és ugye itt is kb. 2-3 vagy akár 5 cm-nyi vakolat támasztja meg, és amikor már ez a vakolat sem tud tartani, akkor bizony összeroppan itt ez a tégla, megrepedezik a fal, és súlyos károkat okoz ez az épületben. Láthatatok már példát a videóimban arra, amikor egy csőtörés, egy kis vízszivárgás okoz problémát, ez sem különbözik attól, csak jóval lassabb folyamat, de bizony be fog következni. Úgyhogy óva intek mindenkit attól, hogy amíg 10-15 éve fel lettek újítva ilyen vályokházak, mindenféle vizsgálat nélkül ilyen vályokházakat vásároljatok meg, mert ezekkel a problémákkal álltok szemben, még akkor is, hogyha ezt nem látjátok. És bizony az a helyzet, hogy akár hisznek nekem a kőművesek és a tájszulajdonosok, akár sem, ez annyira tény, mint a gravitáció. És akár hisz benne valaki, akár sem, hatni fog rá, a falak mögött ez a nedvesedés zajlik.